Sziasztok, én Lucky vagyok, és elérkeztünk egy újabb videóhoz, amit látjátok ma. Jaj, egy picit laggoltam, nem probléma. A Rocket League játékkal fogunk játszani, és már igazából el is kezdődött a meccs már egy ideje, szóval nem igazán volt megfelé, volt időm magyarázni. Összintén szóval nem tudom, hány ismeritek ezt a játékot, de ez egy remek kikapcsolódó játék. És szerintem a lényegére rájöhettetek, ilyen kis kocsikkal kell nekünk foci, rúg be! Bemegy! És én adtam a gólpaszt. Dankeschön. Na, legalább most van idő egy kicsit magyarázni. Tehát labdával kell játszani, de úgy, hogy mi nem emberek vagyunk, hanem kis kocsikák. Ez szerint igazából egy foci alapú kocsis játék. És nagyon jó, tehát nem tudom mennyire látjátok, de van narancssárga, illetve kék csapat. Én most jelenleg a narancssárga csapatba tartozunk bele. És nekünk ugye a kék kapuba kell belülni, a kékeknek pedig a mi narancssárga kapunkba. Hát ezt nem így akartam. És amit látjátok, így lehet ugrálni, lehet szaltozni, lehet ilyen nagyon szép finomságokat, rúgd el onnan! Oké. Nagyon finomságokat csinálni, és vannak nitrók a pályán, az mellé van. Nem sokkal, de mellé van. Vannak nitrók a pályán, ezek a sárga kiálló kis dolgok. És ezekkel lehet egyéb trükköket véghez vinni, például repülni is lehet valamilyen szinten. Egy ilyen nagyon finomságok vannak, meg nagyon könnyű ellökni a másikat, tehát... Ja, és még fel is lehet robbantani a másikat, úgyhogy nagy erővel neki mész, persze csapattársakat nem, csak az ellenfeleket. Oké. Na nézzük, akkor koncentráljunk a játékra, hiszen eddig még igaz, hogy adtam egy gólpassz, de nem volt azon nem érünk oda, hogy érnünk oda, de te bemelt valahogyan. 2-0-ra vezetünk, úgy nézem az ellenfelünk nem igen van a topon, mit csinál. Ja, hát kicsit aláment a gyerek. nem probléma, mindenki volt kezdő. Amúgy igen, én már egy jó ideje játszok ezzel a játékkal, tehát nem, de mondjuk 26-os vagyok, vagy 27-es, vagy valami ilyesmi. Ezt sajnos egy picit elszámoltam magam most. De szerintem közel nem vagyok olyan jó, mint amekkora szinten van, de minden esetre azért próbálgatok játszogatni. Most például ki kéne védenünk ezt a támadást, meg is oldották a csapattársaim. Hoppa, picit belaggoltunk, valami nem probléma. Kilépett az ellenfélből egy gyerek, ilyenkor egy oi veszi át a helyét, amíg nem talál a helyére egy másik játékos, tehát egy gép által irányított játékos van most az ellenfélnél. Picit elszámoltam magam, srácok, és hát igazából megúsztuk, nagyon durván megúsztuk, itt valaki felrobbant mellettünk. Na, mi fog történni? De simán berúghattam volna, csak nem tudta a csapattársam, hogy jövök mögötte. Nem probléma. Amúgy ebből a játékból simán lehetne olyanokat csinálni, hogy... Oké, kivédtem, simán lehetne olyanokat csinálni, hogy így ilyen bajnokságot, mondjuk egy olyan nyereményjátékot csinálni, ahol mondjuk Rocket League-ezünk, és ilyen kieséses rendszer van. Van itt tudom én X csapat, és akkor a nyertes csapat nyer valamit. Ilyen mit tökre el tudnék képzelni. Egy gól! Boom! Ott van. Köszönöm szépen, csapattársam mondta, hogy szép lövés volt. Oké. Nézzük vissza. Boom. Hát ez ilyen Ronaldós volt. Nagyon jó, mondjuk ez a 3-0-ra vezetünk. Másfél perc van hátra a meccsből. Nem hiszem, hogy fordítani fog a kék csapat, de nem probléma. Aha. Ez sajnos nagyon elcsesztem, elnézést is kérek a csapattársaitól, és pont most mondtam, hogy úgyse fognak fordítani. Itt mellé ugrottam, és már nem tudom, hova találtam, az a baj. Mindegy, 3-1. 2.
kettes gól erőnyben vagyunk. Vagy két, na, plusz kettő arány. Aha. Aha, ez nem tetszik. Beszarok, ha visszahozzák. Ne! Hallod, ezek visszahozták 3-2-re. Nem tudom, mit csinálunk, srácok. Nem tudom, lehet elaludtunk, vagy elbíztuk magunkat, vagy csak én bíztam el magam, de mindig. Hát igen, ez egy nehéz helyzet volt, és magunkat hoztuk ebbe. Ez nem tetszik. Azaz. Jó. Amúgy... Jó. Uhuhu, de basz, csesztem. Sajnos hát ezt jobban is meg lehetett volna oldani, most nagyon sajnálom ezt. Azt hittem van valaki ott középen. Azaz, add be öreg. Jövök ki lepattanóra. Jobb, hát akkor nem. Na rúg be! Azaz, 4-2, így kellett csinálni. Jó, az a helyzet, hogy nem tudom, hogy ebből a játékból lesz-e sorozat, valószínűleg nem. Ilyen egy-két videói erejéig, amikor kedvem van felvenni ebből a játékból, akkor szerintem csapatunk egy-két ilyen videót. De sorozatra nem kell számítani, hölgyeim és uraim. Ilyen itt olyan két FIFA között, vagy egy kis horrorjáték között, meg ilyenek tudjátok. Hát ezt elcsesztük a védekezést. Nem probléma. Oké, én ezt eltudtam volna. Add be! Hehehe, ide mellé repültem. És meg is nyerték a narancsok ezt a nagyszerű mérkőzést. Igazából szerintem elég jól játszottunk, az a helyzet. És akkor most jön az, hogy valaki kilép, valaki bennmarad, és hát igazából jön egy újabb mérkőzés. Meg is vannak a csapatok, és most mi vagyunk a kék csapatban. Nem tudom, miért tolattál rám, és nem tudom, miért laggoltam be. Hát ezt hogy védjem ki? Azt a rohadt életbe. Valahogyan biztos kellett volna védeni, de ez nagyon szép lövés volt. Ki volt ez? TF. Azt a rohadt. Vezetnek a narancsok, ez egy nehéz meccs lesz, most látom. Nem probléma. Oké. Kell egy kis nitro, vagy boost. Nem tudom, hogy mondjam, boost. Boost van odaírva, tehát akkor boostot mondok. Oké, üres a kapu, jó! Bum! Itt kiabálsz a gyerek. Köszönöm szépen! Igazából lefüleltem a lepattanót, és csak be kellett csapatnom. Egy-egy. Oké. Na én most ráfutok, igazából nem mindig szoktam itt rámenni a labdára, mert inkább visszatolatok, hogy kapjak egy kis titrót. Általában, nem tudom miért, szeretek titrozni. Az meg lesz. Hát nem így terveztem, de lényeg meg történt. Na, rúgd el. Azaz, nagyon szép. Meg volt a kapura lövés is. Gól. Ugye itt rárugtam, kivétte a srác. És rárugta a kipattanót, nem volt ott senki. Így kell ezt csinálni, srácok. Nem tudom, néha miért laggol be a játék amúgy. Jós, rá kellett volna mennem. Sorry guys, that's my bad. Mert ugye most én voltam csak legközebb az előző esetben, mert ketten a csapattársaimmal ugyanolyan távol voltunk tőle. Sajnos elrúgtam a csapattársam elől, nem látom, hogy érkezik. Azt hittem, hogy narancsárga érkezik, mert hallottam, hogy valaki jön, de... Nagyon szépen, mert igaz, hogy nem én rúgtam be, de... Tökéletes csapatmunka volt, ez a Irsia gyönyörűen beadta, és a csapattársammal együtt igazából megpróbáltuk berakni a kapuba, neki sikerült. Na most ráfutok. Azaz, így kellett csinálni. Valaki rúgja, azaz. Igazából nem volt sok érdemem ebbe, most hát szerencsésen felment a lada, és éreztem, hogy pont oda fog lepattanni. Gyönyörűen beraktam a kapuba, 4-1-re vezetünk. Ez sem egy nehéz meccs.
Aztán mindjárt kapunk 8-ot, meg. Amúgy nem tudom, mi a véleményetek a játékról. Én nagyon szeretem. Ezt most elszámoltam. Az a baj, hogy ha nincs nyitróm, akkor mindig így pánikolok. Szóval nem tudom, mi a véleményetek a játékról, de én tényleg nagyon szeretem. Nem kell benne értelmet keresni, meg semmi, tényleg ilyen kikapcsolódó szoftver. Hát szólj, rúgtál. Szemétláda felette akartam elrakni. És én tényleg nagyon szeretek vele játszani. Tehát már azért jó pár órát bele nyomtam, pedig videózhattam is volna. Léci, menj be! Elszámolt a srác. De úgy nézem, hogy Stinger. Ja, hát ilyen kicsit mellé futott. Na mindegy. Megesik az ilyesmi, 5-1-re vezetünk, 3 meccs van hátra a mérkőzésből. Szerintem ezen kívül még egy meccset. Még egy meccset letolunk, és aztán be is fejezzük a videót, mert nem szeretnék egy fél órás videót felrakni. 6-40, hát igazából most én vagyok jelenleg a MVP. Ugye nekem van a legtöbb pont, bocsánat, nem akartak ellökni. Aha, az kapufa. Lett volna, hogyha engedik. Ujjajajajajajaj. Nem probléma ez. Na, ott a lepattanó Lucky Nucky! Nem rúgja be! Miért nem rúgta be? Jó, összeugusztuk egyelőre. Ó, nem is volt az olyan veszélytelen, azt hittem sokkal veszélytelenebb. Azaz nagyon szép, lepattan. Beadjuk középre, érkezzen ott valaki. Nem volt a legjobb beadás. Hátra rohanunk. Jó, így oké, jön a kapura rugás. Tudtam. Szép védés, nagyon szép védés. Oké, beadtuk középre. Azért 2 méterről jó mellé rúgtam. Na, valaki adja be. Jó, azaz. Fiam. Felső léc, pakker. Nem probléma. Viszont gyorsan hátrolnak, nehogy az ellen támadásból nekem gól szerezzenek. Jó. Nagyon nehéz munkám volt, igazából egy remek passz után sikerült berúgnom eléggé. Hát ez kellett a tudás, most rárajtolok. Bum, azaz. Aha, köszönöm szépen. Az kapufa lesz. Lett volna, hogyha nem ér bele az ellenfelünk, de igazából nekem itt tökéletes. Van egy asszisztom, még egy legalább. Jó ez. Jó, és akkor most csak én tudok rajtolni a labdára, mert én voltam a legközelebb. Azért megszűr. Ezt nagyon okosan csináltam most, ne haragudjatok, de dicsérem magam. Köszönöm szépen. Nézzétek, itt egy picit megemeltem, mert láttam, jönnek ketten rá a labdára, és egyszerűen csak bepöcköltem. Most megint rámegyek. És jön a második hullám, nem jött a második hullám. Én nem? Ja, mert oda ment a nitróért. Én is szoktam ilyet, nem baj. Beadás megvan, és ott van a 9. Jesus! Igazából alázunk az a helyzet, és már csak egy rendes játékos van a narancsoknál, mind a másik kettő a gép által irányított játékos. Nem probléma, ez már... Na. Hát ezt elszámoltuk.
Nem baj. Kíváncsi vagyok, hogy... sehogy volt rúgjanak nekem. Jó, Lucky-nak megoldotta. Már csak 10 másodperc van hátra, hát ez... hogy mondjam... nem egy góllal lett eldöntve ez a meccs, tehát... és le is pattan a labda, bum! Na. Így van, mert amúgy akkor van vége a meccsnek, hogyha letelt a 10 másodperc, és le is pattant a labda. És mi kaptunk meg az MVP díjat, tehát a Most Valuable Player. Tehát tulajdonképpen mi vagyunk a legértékesebb játékos. Viszont most csak ennyi időm volt videózni, ne haragudjatok majd, akkor a következő videóban játszunk még, ha szeretnétek, és ha szeretnétek, akkor írjátok a hozzászólást, lájkoljátok a videót, és hát akkor találkozunk legközelebb is. Én Raki voltam, sziasztok!